Sziasztok, kedves könyvmajok! Hát remélem, hogy mindannyian jól vagytok. Ebben a sokszor hűvös, néhol enyhébb őszi időben azért nagyon könnyű megfázni, és mindenféle vírus is terjed a levegőben. Az enyhébb szele az engem is megérintett, de úgy tűnik, hogy így a hétvége folyamán sikerül kikúrálnom magamat, iszom a kis gyömbéres forró teámat, meg a neocitránt is. Úgyhogy remélem, hogy ennyivel meg is fogom úszni most ezt. Ilyenkor semmi egyebet nem kell tenni, mint lekapcsolódni egy kicsit a világról, otthon maradni, önmagunkra figyelni, természetesen egymásra is, mindenkit óvok attól, hogy betegen bemenjen a munkahelyére. Szerintem az senkinek sem jó, önmagunknak sem, és másoknak sem. Úgyhogy otthon bekuckózunk, és isszuk a kis forró italunkat, olvassuk a jó kis könyvünket, szerintem ez mindig egy nagyon jó megoldás. És hát megtörtént az óraátállítás is, úgyhogy mostantól rövidebbek lesznek a nappalok, amit én egyébként szoktam szeretni. Nekem nagyon hangulatos tud lenni minden estém, de legalábbis itthon próbálom ezt a kis összivarást megteremteni. És hát rendszeresen itt vagyok ezekkel a videókkal, hogy bővítsem a ti várólistátokat, illetve ajánljak sok-sok izgalmas olvasnivalót. Ezúttal sem lesz ez másképp. Most a krimi világába utazunk el, hiszen közeledik a Halloween, és az utóbbi években már hoztam a gótikus irodalomról videót, hoztam különböző pszichotrillerekről, de már Stephen King és a horror világába is elkalauzoltalak benneteket, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy a krimi is beletartozik a borzongásba, hiszen azért rendszeresen gyilkosságok köré épülnek ezek az olvasnivalók, úgyhogy abszolút alkalmas erre az őszi halloweeni időszakra. És most 10 könyvet hoztam el nektek, ebből egyébként az első könyvet azt most olvastam el a napokban, és ezért is gondoltam azt, hogy akkor most elhozom ezt a témát, hiszen szeretem úgy ezeket a könyvajánlókat elkészíteni, hogy olvasok a témában valamit, és akkor ehhez válogatok még könyveket. Általában ezt szoktam egyébként alkalmazni, és ez most sem lesz másképp. És hát ezek a krimik, amiket kiválasztottam, a múltból vannak. Nagyon sok nem fog ismerősen csengeni számotokra, és van olyan is, ami azért klasszikusnak számít. Ezeket a krimiket átjárja a suspense. De mi is ez a suspense? A suspense a feszültség és a várakozás érzését jelenti. Egy olyan irodalmi stratégia, amely a rejtély megoldásának fokozására és a történet izgalmának hangsúlyozására szolgál. A szerzők mesterien játszanak az olvasó kíváncsiságával. Ennek érdekében természetesen tudatosan adagolják a történet információit, rejtélyeket szőnek a narratívába, és csavarokat helyeznek el, amelyek természetesen meglepetéseket okoznak számunkra. Így folyamatosan találgathatjuk azt, hogy mi fog következni. Szurkolunk a szereplők sorsáért, és hát ez még inkább fel tudja erősíteni az izgalmat olvasás közben. Tehát a suspense műfaja az leginkább a krimikkel, a thrillerekkel és a horrorral kapcsolódik össze, de egyébként más irodalmi műfajokban is megjelenhet, ahol a feszültség kulcsfontosságú eleme a történetnek. Mielőtt még belevágnék a videóba, azt azért szeretném elmondani, hogy ugyan ezek a könyvek, ezek a krimik a múltból vannak, de mindegyik elérhető a magyar könyvpiacon, és természetesen minden könyv végén el fogom mondani, hogy melyik a legfrissebb kiadás, hol találjátok. Úgyhogy nem olyan elérhetetlen könyvekről fogok beszélni, amelyeket nem tudtok beszerezni. Nos, dőljetek hátra, vegyetek egy forró italt a kezetekbe, és akkor vágjunk is bele.
Little Lina White Forog a kerék című könyvét olvastam el a napokban, és rájöttem arra, hogy bizony nekem ez a műfaj már nagyon hiányzott így a sok szép irodalmi mű mellett. Lehetséges, hogy még nem hallottatok az írónőről. Ő az 1930-as, 40-es évek Angliájának egyik kiemelkedő írónője volt, és természetesen a krimi műfajában utazott. Krimiai különleges hangulatukkal és a feszültség fokozatos építésével vonzották az olvasókat, és nem a hagyományos kitette rejtélyekben utazott, hanem inkább a lélektani feszültségre épített arra, hogy hogyan reagálnak a hősei a félelem, illetve a kiszolgáltatottság különböző formáira. A történet főszereplője egy fiatal angol nő, Iris Carr, aki egy meg nem nevezett balkáni országban tölti a nyarat a két háború közötti időszakban felszínes barátai társaságában. Azonban ezek a barátok előbb hazaindulnak, mint Iris, ő ugyanis úgy dönt, hogy még egy napot pihen az üdülő paradicsomban. Másnap pedig egyedül készült a vonatra szállni, méghozzá a Trieste Expressre, egy nagyon furcsa és vegyes társaság kíséretében, akikkel a szállodában találkozott. Az utazás előtt Iris napszúrást kap, ezért gyengének és zavartnak érzi magát, amikor szerencsére összebarátkozik Miss Froy-jal, egy kedves és cserfes angol hölgyel. Miss Froy nevelőnőként dolgozott egy befolyásos személyiség családjánál, de most éppen Angliába utazik egy új állás reményében. Ám miután Miss Froy elmegy vacsorázni, rejtélyesen eltűnik a vonatról. Iris értetlenül áll az eset előtt, és kétségbe esetten próbál válaszokat találni, de úgy tűnik, hogy senki nem hisz neki. A vonat tele van gyanús külföldiekkel, akik mind titkolózónak tűnnek, és Iris hiába kér tőlük segítséget, egyszerűen mindenki közömbösen kezeli ezt a helyzetet, és olyan, mintha Miss Froy soha nem is létezett volna. A regénnyel kapcsolatosan azért vannak olyan megjegyzéseim, hogy szerintem azért ez nem mindenkinek való krimi, mert nem történik benne gyilkosság, és a nyomozás helyett inkább Iris kilátástalanságára és kétségbeesésére összpontosít, ezáltal a regény egy picit vontatottan halad a végkifejlet felé, viszont az utolsó néhány fejezet az pedig kvázi úgy száguldott, mint ez a gyors vonat, ez az express, és a megoldás az viszonylag rövidre sikeredett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a könyv tempója miatt nem mindenkinek nyeri el a tetszését. Alfred Hitchcock azonban kihozta belőle a maximumot, ugyanis az ő rendezésében készült el 1938-ban a Londoni Rendezvous című film, amely ennek a regénynek az adaptációja, egyébként maga a könyv az 1936-ban jelent meg, és állítólag Alfred Hitchcock filmje új életet lehelt a történetbe, és kiemelte azt, ami a regényből talán elsikadt. Nagyon sokat kellett várni a magyar fordításra, a General Press jóvoltából jelent meg hazánkban idén Ács Eleonóra fordításában. És hát bizony ez egy sorozat része, ugyanis a General Press kiadó néhány évvel ezelőtt indította el a Krimi Könyvtár sorozatát, amiből egyébként én meg fogok is néhány könyvet ajánlani. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és ez a könyv jelenleg a MOL-on 87%-on áll. Tehát be tudjátok szerezni a magyar könyvesboltokban is, és e-könyv formátumban is, én így vásároltam meg a Lyra oldaláról. A következő regény, amelyet kiválasztottam, az Anne Catherine Green-től a Zárt ajtók mögött. Talán ő már egy ismerősebb név számotokra, ő egy amerikai írónő volt a 19. századból, és a krimi irodalom anyjának is tekintik őt. Első regényével az 1878-ban megjelent Tetemre hívással gyakorlatilag felrobbantotta az irodalmi világot. És ez nem pusztán egy rejtélyes történet, hanem egy valódi bírósági dráma, meg persze a krimi keveréke. Olyan izgalmas, hogy a korabeli
New Yorki ügyvédek is odáig voltak érte, és megemelt kalappal beszéltek róla. De sajnos ez a könyv utoljára hazánkban 1905-ben jelent meg, először és utoljára, szóval ez most jelenleg nem elérhető, ezért választottam ki a Zárt ajtók mögött című regényét. Ami még különlegessé teszi az írónőt, az az, hogy ő volt az első, aki egy valóban hiteles, professzionális nyomozó karaktert hozott létre Ebenezer Grice személyében, aki a New Yorki rendőrség detektívje. Ő egy precíz és racionális gondolkodó, aki aprólékosan odafigyel a részletekre. És Grice nem riad vissza attól, hogy konvencióktól eltérően oldjon meg problémákat, és gyakran alkalmaz árruhát, hogy közelebb férkőzhessen a gyanúsítottakhoz és tanúkhoz. Nem csak a rejtély megoldására összpontosít, hanem a bűntény társadalmi és személyes hátterére is, amivel Anne Catherine Green az egész detektív történet műfaját új szintre emelte. A Zárt ajtók mögött az 5. Mr. Grice kötet eredetileg 1888-ban látott napvilágot, hazánkban pedig 1927-ben jelent meg először, majd most 2021-ben a Digibook Magyarország tette közre e-könyv formátumban, szóval ott tudjátok megvásárolni. A történet elején egy sikeres és tekintélyes New Yorki orvost ismerhetünk meg, aki éppen az esküvőjére készül. Azonban az esküvő előtti napokban a menyasszonya szinte teljesen eltűnik, és nem magyarázza meg, hogy miért, nem akar vele találkozni. És hát ez az apró zavar és kétség az orvos lelkében komolyabb félelmekké változik, hiszen minden jel arra mutat, hogy valami egészen furcsa dolgok zajlanak a színfalak mögött. Itt abszolút megkapjuk a történetben ezt a suspense hatást, hiszen Green mesterien használja a pszichológiai thriller elemeit és a feszültségépítést, ahogy apránként fedi fel a szereplők közötti összefonódásokat és az eltemetett titkokat. A vőlegény bizonytalansága egyre nő, és Green ezt az érzelmi hullámvasutat hasznosítja, hogy az olvasót a teljes bizonytalanságba taszítsa és ott is tartsa. Miért távolodik a menyasszony? Vajon valamilyen büntet vagy csalás van a háttérben? És az ajtónál kopogó férfi felbukkanása további kérdéseket vet fel, úgy tűnik, hogy Green itt egy komplex társadalmi drámát sző a szereplők köré, amelynek rejtélyei fokozatosan és annál drámaibb hatással bomlanak ki. A Doubleday and Company kiadó 1928-ban indított egy Krimi Klub nevű sorozatot. A bűnügyi irodalom, a krimi, a rejtély műfajának kedvelői számára kínált széles választékot. A kiadott célja természetesen az volt, hogy felfedezze és népszerűsítse a legjobb bűnügyi írókat és műveket. Ez a Crime Club, ez 1991-ben szűnt meg, de ez alatt a 63 év alatt 2492 darab regényt jelentetett meg, ami azért nem semmi szám. És az első volt mindegyik közül Kay Cleaver Strahan A halál menyasszonya című műve. A könyv 1928. április 1-én jelent meg. A történet középpontjában egy klasszikus krimi helyszín áll, én ezt nagyon szoktam szeretni. Egy eldugott vidéki ház, Nevadában, ami a Desert Moon Ranch vagy Farm névre hallgat, és hát sötét titkokkal terhes ez a ház. Itt él a gazdag Sam Stanley, aki a tulajdonosa ennek a rancsnak, az ő házvezetőnője, Mary Megan, a fogadott fia és lánya John és Martha, valamint Martha gondozója, Mrs. Ricker, és ott van Chadwick Caulfield és Hubert Hand, aki Samnek dolgozik.
A történetet Méri megint meséli el, tehát a házvezetőnő, és a cselekmény akkor kezdődik, amikor Sam volt feleségének ikerlányai, Daniel és Gabriel megérkeznek a farmra pihenő és kikapcsolódás címszóval. Ám Mrs. Megin hamar észreveszi, hogy a lányok folyamatosan felfedezik a tanyát, mintha keresnének valamit, a padlástól kezdve egészen a távoli épületekig. Valami titokzatos cél vezérli őket? De mit keresnek valójában? Mielőtt Mrs. Megin rájönne arra, hogy miért folyik ez a furcsa nyomozás, Gabriel holttestére bukkannak. A padlás lépcsőjén találják meg, folytogatva. Aztán újabb haláleset következik be a birtokon, ugyanis Chad Caulfield öngyilkosságot követel. Ha valóban ez történt. A házban egymást érik a tragikus események, amelyek minden életben maradott személyt gyanússá tesznek. Ahogy a feszültség fokozódik, egyre több rejtély bontakozik ki a szereplők múltjából, amely végül felfedi tetteik mögötti indítékokat is. Azért is különleges ez a könyv, mert nem egy férfi a nyomozó, a detektív, hanem egy nő. A sok tragédia után Lynn McDonald megérkezik a helyszínre, és számos szabályt állít fel a ház lakói számára, ugyanis különösen nem kedveli azt, ha a lakók a háta mögött szabadon beszélgetnek az ügyről. Ehelyett azt várja el, hogy mindenki közvetlenül válaszoljon a kérdéseire, mellőzve a felesleges pletykákat. Módszerei kifürkészhetetlenek, és mindenki gyanús számára, ami csak nekünk olvasóknak növeli a feszültséget. Először 1934-ben jelent meg az Athenaeum kiadónál, majd most 2024-ben a Digibook Magyarország jóvoltából e-könyv formájában megvásárolható. Nagyon izgalmas történetről van szó szerintem. Következő könyv, amelyet mindenképp a figyelmetekbe szeretnék ajánlani, az Dorothy L. Sayers-től a Holttest a fürdőkádban, amely szintén ebben a bizonyos krimi könyvtár sorozatban jelent meg a General Press kiadónál. 101 évvel az eredeti megjelenést követően került lefordításra Rácz Péter közreműködésével. Dorothy L. Sayers az egyik legünnepeltebb angol krimiíró, különleges helyet foglal el a detektív történetek világában. 1893-ban született Oxfordban, irodalmi és képzőművészeti tanulmányai után fogott bele az írásba, és nem csak regényíró és novellista volt, hanem költő és drámaíró is egyben. Az első detektív regénye volt ez a bizonyos Holttest a fürdőkádban, 1923-ban jelent meg eredetileg, de mi magyarok fordítottuk le erre, ugyanis Whose Body ez a címe, tehát kinek a teste magyarul, amelyben bemutatta Lord Peter Wimsey karakterét, az ő híres arisztokrata nyomozóját, aki hát az angol krimi világában nagyon megszerették, és közkedvelt alakká vált, és Sayers további 14 regényén keresztül folytatta az úri detektív nyomozásait. Lord Peter Wimsey tehát nemesi származású volt, és egyébként egy nagyon intelligens, szellemes karakter, aki kivételes nyomozói képességekkel rendelkezett, és imádta beleásni magát ezekbe a bűnügyi rejtélyekbe. Egyébként nagyban segítette őt az analitikus gondolkodása és jó megfigyelő képessége, és így a legbonyolultabb ügyeket is meg tudta oldani a rendőrség előtt. Egyébként a 8, 9, 10 és 11-es Lord Peter Wimsey kötet van lefordítva még magyarra. Na és akkor most térjünk rá erre a regényre. Az angol címe, mint már említettem, Whose Body, azaz kinek a teste, de hát úgy tűnik, hogy ez a cím nem volt elég izgalmas, pedig valójában ott van benne az igazi suspense vonás, hiszen egy ismeretlen férfi holttestet találnak, méghozzá egy építész inas kispolgári lakásában, Londonban.
A holttestet nem tudják azonosítani, ugyanis teljesen meztelen, és csak egy aranykeretes, orra csíptethető szemüveget visel. Lord Peter Wimsey hát véletlenül előbb érkezik a bűncselekmény helyszínére, mint a rendőrség, ami remek alkalmat biztosít számára, hogy szolgálja Bunter segítségével alaposan megvizsgálja a holttestet és a fürdőszobát. Egyébként a rendőrség azt gyanítja, hogy a holttest az előző este eltűnt bankárész Ruben Levy-é lehet. A helyzet komolysága nem hagyja nyugodni Lord Peter Wimsey-t, aki nem csak a bűncselekmény felderítésében, hanem a benne rejlő titkok felfedezésében is részt kíván venni. Wimsey barátja Charles Parker, aki egyébként hivatásos nyomozó, már vizsgálódik ebben az ügyben, és minden jel arra mutat, hogy még sincs összefüggés a két eset között. És hát ezek a magyarázatok abszolút logikusnak tűnnek, de további kérdéseket vetnek fel, hogy akkor mégis kinek a teste feküdt a fürdőkádban, ha nem a bankáré. Ebben a regényben azért a krimiszál, a suspense, a feszültség mellett ott van a humor, és nagyon sok színes karaktert vonultat fel az írónő. Ott van Lord Peter szeretett édesanyja, aki nem csak tanácsaival segíti a fiát, hanem a londoni felső 10 000 kapcsolataival is. Aztán Bunter, Wimsey lojális inasa, aki fotós és új lenyomat szakértői képességeivel járul hozzá a nyomozáshoz, és két hivatásos rendőrrel is gyakran együtt dolgozik Wimsey, Parker felügyelővel és Szág őrmesterrel. Azt gondolom, hogy ez a krimi pont nekem való, mert nem csak a rejtélyre fókuszál az írónő, hanem mélyebben is felfedezi a karakterek motivációit, érzéseit és a társadalmi dinamikát. És ezáltal nem csupán egy krimi, hanem egy valódi lélektani tanulmány is. Nem tudom, hogy mond-e valamit nektek Emil Gaboriau neve, de én most találkoztam vele először, és teljesen megdöbbentett, hogy egy mennyire elfeledett szerzőről van szó. 1832-ben született, és ő a francia detektív regénynek az úttörője, a krimi műfajában gyakorlatilag megelőzte a korát. Ő volt az első olyan író, aki a modern detektív regény struktúráját megalkotta, és ezzel megalapozta későbbi klasszikusokat. Még Sir Arthur Conan Doyle is azt mondta, hogy Gaboriau volt az egyik példaképe. A legismertebb műve a Le Rouge ügy, amely most már hazánkban is elérhető e-könyv formátumban. Egyébként a szerző munkáiban az igazságkeresése mellett azért különböző társadalmi problémákat is felvetett, és ez lehetővé tette azt, hogy a bűnügyi történetek mellé mélyebb filozófikus réteget is felvázoljon. A francia szerző egyállandó karakterrel dolgozott a kalandvágyó és zseniális detektívvel, Monsieur Lecoq-kal. Ez a történet, ez a 19. század végén látott napvilágot, és Gaboriaut egy valódi bűntény ihlette meg. Claudine Lerouche-t meggyilkolják. A faluban, ahol él, kevés barátja van, viszont annál többször kerül a pletykák céltáblájává. Bizony, ez a könyv nem egy gyors lefolyású krimi, hanem egy hosszú, több mint 500 oldalas regény, tehát ennél fogva komplexebb, nem csupán egy detektív regényről van szó. Egyébként így a nyomozás során kiderül az, hogy Claudine Lerouche-t nem a pénzért gyilkolták meg, hanem szánt szándékkal tették el az útból. Minden nyom egy jónak számító családból származó fiatal emberhez vezet, a tárgyi bizonyítékok elsöprőek. A gyilkos egyértelműnek tűnik, az ügy pedig lezártnak látszik, ám az egyik nyomozó, a rendőrséget segítő Tabaré atya kétségekkel kezd élni. A történet során betekintést nyerhetünk a különböző társadalmi rétegek életébe, például a cselédek életébe, de az ügyvédek és a nemesség világát is megismerhetjük. És hát az egyes szereplő gondolkodás módja is természetesen eltérő.
Ez mind-mind lassítja a nyomozás tempóját, de valójában ez a mélység és részletgazdagság azért kárpótolhat bennünket. Ebből a felsorolásból talán a legizgalmasabb szerző következik most, John Dixon Carr személyében, akinek számos műve elérhető hazánkban, gondoljunk csak az Európa Könyvkiadó Fekete Krimi sorozatára, de én most itt egy olyan könyvet választottam ki, amely egészen frissen is elérhető, 2023-ban újra kiadták a sorozatos öngyilkosságok esetét. Hát ez a cím egészen megdöbbentő és elképesztő, és előrevetíti azt, hogy mennyire izgalmas történet lehet ez. John Dixon Carr 1906-ban született Uniontownban, Pennsylvániában, és még a főiskolát is az Egyesült Államokban végezte, majd ezután Párizsba, és végül Angliába költözött, itt kezdte meg írói karrierjét. És a detektív irodalom aranykorának egyik legnagyobb szerzője, a zárszobás rejtélyek királyaként emlegetik őt, ami ugye azt jelenti, hogy gyakran a gyilkosságokat egy olyan zárt szobába helyezte, ahol gyakorlatilag az áldozat megközelíthetetlen és lehetetlen helyzetben veszítette életét, de hát mégis meghalt valahogy. Ezért érzem azt, hogy ezekben a művekben ott van az igazi feszültség, a suspense, hogy no de vajon, hogy történhetett akkor? Dixon legfontosabb hőse, dr. Gideon Fell, egy különös detektív, aki az angol vidéken oldja meg a legbonyolultabb rejtélyeket. Szerintem az angol vidéki krimik a legjobbak számomra. Nekem ezek a kedvenceim. Noha ugye Carr nem brit volt, de gyakran őt a britek közé sorolják, mivel hát környezete hatással volt a munkásságára, és hát a legnépszerűbb nyomozói dr. Gideon Felt és Sir Henry Merivale, ugye ők angolok voltak. De egyébként azt megjegyzem, hogy a British Detection Club-ba ő volt az első amerikai, akit felvettek, rajta kívül még egy volt, Newton Gale álnéven írt, és az eredeti neve Mona Lee volt, aki Maurice Guinness-szel karöltve 5 detektív regényt írt az 1930-as években. Egyébként ennek a klubnak a korábbi elnökei közé tartozott egy olyan szerző, akit még említeni fogok. És egyébként Sayers is, és Agatha Christie is. Dr. Ellen Campbell, a skót származású, de Skóciában soha nem járt férfi, váratlan levélben értesül egy családi tragédiáról. A családtagjai, akik a Campbell klánhoz tartoznak, sürgetik, hogy térjen vissza a szülőföldjére, hogy részt vegyen az elhunyt Angus Campbell búcsúztatásán. Angus halála rejtélyes körülmények között következett be. A férfi egy torony tetején lévő, belülről bereteszelt hálószobából zuhant ki, ami felveti a kérdést, hogyan történhetett ez meg? Carr híres arról, hogy elképesztő logikát épít a történet végkifejletébe. Olyan megoldó kulcsot kapunk, amitől garantáltan leesik az állunk. Na most itt ennél a halálesetnél a biztosító öngyilkosságnak minősítette. De aztán a rejtély tovább fokozódik, miután a torony közelében egy újabb öngyilkosság történik, majd egy zárt szobában is bekövetkezik egy haláleset. Na most ezek után kerül az ügy dr. Gideon Fell elé, aki elképesztő kihívás előtt áll, és az események sorozatos láncolata egy hátborzongató rejtélyt árt fel, és az a kérdés, hogy vajon Gideon Fellnek sikerül megfejtenie ezeket az öngyilkosságokat. Nem hagyhatom ki a felsorolásból Josephine Tay Időgyermeke című regényét. Azt gondolom, hogy ez most ebben a felsorolásban egy egészen különleges regény, ugyanis a történelmi krimi műfaját képviseli, 1950-es évek elején íródott, és akkoriban még azért nem voltak elterjedve ezek a történelmi krimik, most már természetesen annál inkább.
Úgyhogy a General Press kiadónak köszönhetjük, hogy hazánkban lefordításra került, szintén ebben a krimi könyvtár sorozatban kapott helyet. Tej Elizabeth McIntosh néven született 1896-ban Skóciában. Két fő írói elnéven dolgozott, az egyik Gordon Daviot, amellyel történelmi regényeket és színdarabokat írt, és Josephine Tej néven pedig krimiket publikált. Az ő krimieit nem feltétlenül a bűnügyi szálak ügyes kidolgozása, szövése határozza meg, hanem azért van egy jó nagy társadalmi és pszichológiai mélysége, vetülete is. És az ő fő nyomozója az Ellen Grant, a Scotland Yard felügyelője, aki több regényében is feltűnik. És hogy az idő gyermeke miért is annyira izgalmas regény számomra? Hát azért, mert ötvözi a történelmi kutatást és a krimi elemeit. Grant felügyelő, aki éppen lábadozik a kórházban, unalmában beleássa magát Anglia egyik legellentmondásosabb történelmi alakjának, harmadik Richardnak az életébe. Ő 1483 és 85 között ült a trónon, és hát évszázadok óta ugye az angol történelem egyik legnagyobb gonoszaként emlegetik és tartják számon. A történelem könyvek szerint Richard nem csak kegyetlen és bosszúszomjas volt, hanem el is távolította az útjából fiatal unokaöccseit, a Tower hercegeit, így nevezik őket, akiket ugye London Towerjébe börtönzött be, és meg is ölette őket, hogy ő maga lehessen a király. És még Shakespeare is ebben az ördögi szerepben örökítette meg harmadik Richardot, ugye az ő darabjában, és meg is említi ezeket a hercegeket ebben a műben. Grant, ahogy beleássa magát harmadik Richard életébe, úgy válik egyre inkább szkeptikussá, ugyanis kételkedik abban, hogy nem-e az utókor festette ennyire sötétre az ő alakját. Felügyelői kíváncsisággal és a Scotland Yardnál elsajátított módszerekkel ássa bele magát ebbe a nyomozásba, és egyébként rengeteg könyvet elolvas, tanúkat, bizonyítékokat keres, hogy végre megtudja, hogy mi is az igazság a történelem egyik legnagyobb rejtélye mögött. Azt is szeretném megjegyezni a könyvvel kapcsolatosan, hogy egyetlen szobában játszódik, mégis képes rendkívüli feszültséget és intellektuális izgalmat teremteni. Ezt a regényét egyébként az írónő már az élete vége felé írta, 1951-ben jelent meg, mindössze egy évvel az ő halála előtt. Viszont ez a könyv egyfajta csúcspont lett az ő munkásságában, ugyanis új megvilágításba helyezte a történelmi alakokat és eseményeket, egyedi nézőpontot kínálva az olvasóknak. Az idő gyermeke azóta klasszikussá vált, különösen a történelmi nyomozások irodalmi példájaként emlegetik, és a Krimi Írók Szövetsége 1990-ben minden idők legnagyobb krimiévé választotta, magyarul egyébként a General Press kiadó jelentette meg, ugye Kaul Éva fordításában 2023-ban, úgyhogy ennyi ideig kellett várnunk erre a fantasztikus regényre. Bevallom őszintén, hogy a következő szerző már nagyon régóta a várólistámon szerepel, és ti ajánlottátok a figyelmembe már jó régen, vásároltam is egy általa írodott könyvet antikváriumból, de sajnos ez a könyv még olvasatlan. De Gilbert Keith Chesterton az a személy, akit már beharangoztam, ő volt a Detection Clubnak az egyik meghatározó elnöke, és egy igazi irodalmi kalandorról van szó, mert a politikában is részt vett, mint vitázó, de költő is volt, esszéista, filozófus is, meg persze detektív regényszerző. Egyszerre volt a humormestere és az intellektuális kihívások szerelmese. A Wikipédia egyébként így határozza meg, hogy filozófus, drámaíró, újságíró, szónok, teológus, életrajzíró és kritikus. Hát ezt még felsorolni is sok. Gyakran nevezték az ellentmondások hercegének.
Fizikailag épp oly feltűnő volt, mint szellemileg, ugyanis magasan kiemelkedett a tömegből, és hát bozontos hajával, pápa szemével, sétapálcájával igazi angol különcnek számított. Munkássága pedig sokféle témát érintett, amit már említettem, és hát egyetlen zsánert sem hagyott érintetlenül. George Bernard Shaw Chestertonról úgy nyilatkozott, hogy ez az ember egy kolosszális géniusz. Chesterton központi figurája Brown atya, aki külsőre egy alacsony termetű, kissé szórakozott figurának tűnik, aki mindig magánál hordja az esernyőit, és mindenkinek tartogat egy-egy mosolyt. Egyébként egy meglehetősen alázatos, egyszerű katolikus papról van szó, szóval nem egy klasszikus nyomozó alkat. De pont ez a megtévesztő benne, hiszen rendkívüli éles esze, együttérzése és tapasztalata révén sikerül a legrejtélyesebb bűnügyeket is megfejtenie és megértenie. Brown atya számára minden ügy több, mint pusztán bűnügyi rejtvény. Az emberi természet és a lelki indítékok feltárása épp olyan fontos számára, mint magának a bűnnek a megoldása. Gyakran mondogatja, hogy azért érti a bűnözőket, mert megérti az emberi esendőséget. Tudja, hogy milyen kísértések és gyengeségek lapulnak az emberi lélek mélyén. Brown atya történetei nem csak a rejtélyek kedvelőinek szólnak, hanem mindenkinek, aki szereti a gondolatébresztő, morális kérdéseket is érintő, mélyen humánus krimiket. Chesterton az 1910-es években teremtette meg a nyomozó papot, aki összesen 53 novellában tűnt fel. Ez, amit itt kiválasztottam és mutatok nektek, ez a harmad kiadónál elérhető, 2020-ban jelent meg, és 8 Brown atya történetet tartalmaz. Egyébként e-könyvben is megvásárolható. Az utolsó előtti könyvet is a krimi könyvtár sorozatból válogattam be, ez a Gyilkosság karácsonyra, de nem hiszem, hogy a szerzőjének a neve az ismerős lehet számotokra, Francis Duncan, ez William Underhill álneve, 1918-ban született az író Angliában, és 37 és 53 között alkotott, ez idő alatt 30 regényt írt, és ebből 22 a bűnügyi történet. De hazájában, Angliában is egy elfeledett írónak számított addig, amíg el nem érkezett egy ilyen retro krimiláz, és fel nem kapták a régi krimi történeteket valamiféle nosztalgia által, és hát a Gyilkosság karácsonyra című könyvet ekkor kiadták 2015-ben. Mordecai Tremain a romantikus regények megszállott olvasója és egykori dohánybolt tulajdonos izgalommal várja a karácsonyt, ugyanis Benedict Graham vidéki birtokán fogja tölteni, Sherboom álmos falujában. Amikor odaérkezik, akkor látszólag mindenki próbálja fenntartani a vidám állarcot, ám valami sötét árnyék húzódik a háttérben. Amikor az óra éjfélt üt, a karácsonyi varázs hirtelen rémálommá változik. A fa alatt nem csupán ajándékok rejtőznek, hanem egy holttest is, amely igencsak hasonlít a Mikulásra. A szobát hirtelen elborítja a rémület és a sok, a gyanú árnyéka pedig mindenkire rávetül. Ki ölte meg a Mikulást, és miért? Nagyon nagy izgalmi faktort jelent ebben a könyvben az, hogy kint szakad a hó, és a meghívott vendégek nem menekülhetnek el a helyszínről. Mordecai Tremain veszi kezébe ezt az ügyet, és kezd el amatőr nyomozóként kihallgatni, kérdéseket feltenni, de ő egyébként több regényében is feltűnik Duncannak. És hát végig izgulhatjuk ezt a kötetet, mert tényleg csak az utolsó oldalakon derül ki az, hogy ki volt a tettes. Az utolsó íróról már biztos hallottatok. Egy olyan feszültséget fokozó krimit választottam, amely szerintem garantáltan elnyeri a tetszéseteket. Ez Edgar Wallace-tól a Zöld íjász.
Edgar Wallace a 20. század elejé brit irodalom egyik legmeghatározóbb alakja volt, olyan jelentős hatással volt a krimi műfajára, hogy az 1920-as évek Nagy-Britanniájában eladott könyvek több mint negyedét ő írta. Élete során pedig több mint 50 millió példányban keltek el a művei, ami szerintem páratlan teljesítmény a maga idejében. Történetei nem csak a könyvek lapjain okoztak feszültséget, hanem a mozivásznon is, ugyanis több mint 60 művét filmesítették meg. 1932-ben hunyt el, és ezután viszont a népszerűsége egyre inkább csökkenni kezdett, természetesen már más krimi szerzők vették át úgymond a hatalmat, és az ő nevét csak sokkal később kezdték el újra felfedezni. Wallace egyik legsikeresebb könyve a Zöld Ijász. A cselekmény középpontjában Abel Bellamy áll, a gonosz chicagói iparmágnás, aki nem csak hatalmas vagyona, hanem sötét titkai miatt is hírhet. Kíméletlen üzletemberként különféle illegális és etikátlan módszerekkel gyarapította a vagyonát, és nem riadt vissza attól sem, hogy ellenségeit gyermekeik megfenyegetésével zsarolja. Bellamy egy napon megvásárol egy kastélyt, a Garre kastélyt, amelyet a helyi legendák szerint a Zöld Ijász szelleme kísért. A kastélyt a 15. században egy felakasztott férfi lelke járja. Talpig zöld ruhában jelenik meg sötét éjszakánként, és kiszemelt áldozatait zöld nyilakkal öli meg. A történet sötét foltjait tovább árnyalja, hogy a kastély falai között Bellamy az elmúlt 8 évben egy nőt tartott fogva. Ez a titokzatos nő, Elin Held, nem csupán Bellamy fogja, hanem a rejtély középpontjába is kerül, hiszen ő az, aki az események kulcsfigurája lehet. Rajtuk kívül természetesen számos más érdekes karakter is megtalálható a könyvben, akik közül valaki gyilkosság áldozatává válik, valaki pedig gyanússá. És most hagyj osszak meg veletek egy kisebb kritikát, 1928. szeptember 7-én az Ellenzék című folyóiratban ez jelent meg Wallace-ról és a könyvről. Edgar Wallace ma a legnépszerűbb író az egész világon. Könyveinek olvasottsága messze felülmúlja a Sherlock Holmes féle regények 20 év előtti páratlan világsikerét. A Zöld Ijász című regény egy brilliánsul megírt, hátborzongató kísértett história, a legizgalmasabb és legérdekfeszítőbb olvasmánya az újabb évek regénytermésének. Hőse, illetve rejtélye a Zöld Ijász, egy középkori angol várkastély kísértete, aki a kastély gazdáját egy kegyetlen bűneiben megrögzött gonosztevő milliómost állandó rettegésben tart. Szerencsére a borzalmas és rejtélyes gyilkosságok, mesébe illő kalandok hihetetlenül bonyolult csomóját egy energikus detektív biztos kézzel megoldja, világosságot derítve a homályban, és minden veszélyen túl igazságot szolgáltat a jóknak, és büntetést oszt a gonoszoknak. A mesét egy szépséges, bátor leányalak és a szimpatikus detektív bájos szerelmi története szövi át. Azt a videó elején elfelejtettem nektek mondani, hogy ezúttal Agatha Christie és Sir Arthur Conan Doyle nem kapnak majd helyet, mert szerintem ők a világirodalom legnagyszerűbb krimi szerzői, és ők mind a ketten megérdemelnek egy-egy külön videót. De remélem, hogy sikerült felkeltenem így is a krimi műfajához a kedveteket, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek van-e olyan krimi, amelyet szerettetek és szívesen az én figyelmembe ajánlanátok. Úgyhogy írjátok meg ezt nekem kommentben. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha még nem iratkoztál fel, akkor mindenképpen tedd meg, és nagyon örülnék, hogyha egy lájkkal támogatnál is engem ebben a munkában. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!